Mostanában rengetegszer hallom, hogy a pasik mennyire félnek az okos nőktől, és kicsit utána szeretnék járni, hogy vajon mi ebben az igazság, és tényleg félnek a pasik az okos nőktől, vagy ez férfi önbizalom függvénye, hogy vajon tartózkodnak-e, és egyáltalán milyen nőt választanak, hogyha partnerről van szó. Tarts velem a videóban! Először is tisztázzunk egy fogalmat. Amikor arról beszélünk, hogy a pasik félnek az okos nőktől, akkor lehet, hogy a pasik, meg a fiúcskák, meg a mindenféle emberek félnek, de a férfiak nagybetűvel nem félnek az okos nőktől. Tehát akkor most én leszek az, aki lehet, hogy megtöri ezt a rossz és berögzött sztereotípiát, amit én is nagyon sokszor hallok. Én nem szeretem a férfiakra azt a szót használni, hogy pasi, meg semmi egyebet sem. Azt szeretem, hogy férfi, hogyha valóban nagybetűs férfi valaki. És szerintem ez maximálisan egyébként férfi önbizalom függvénye, hogy mennyire tartózkodnak az okos nőktől. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok egyébként, hogy viszonylag sok férfi barátom van, és sok férfi ismerősöm van. És akik körülöttem vannak, nem tudom, hogy ez a vonzás törvénye, vagy mi ennek az alapja, de ott valahogy senki nem fél az okos nőktől, ezek a férfiak, és mindenki keresi azokat a nőket, akik mondjuk nem csak igényesek, nem csak csinosak, nem csak van kisugárzásuk, de mondjuk vannak önálló céljaik, van egy saját kis életük, vannak önálló gondolataik, és nem szeretnének ilyen függő viszonyba kerülni feltétlenül a férfivel, és így rácuppanni a férfira, és akkor onnantól kezdve nincs már saját életem, csak a férfit szolgálom. Lehet, hogy van az a pasi típus, akinek ez bejön, főleg az olyan pasikról beszélek, akiknek annyira nincsen önbizalmunk, hogy férnek attól, hogyha egy nő kinyílik mellette, hogyha egy nő fejlődik mellette, akkor onnantól kezdve el fogják azt a nőt veszíteni. Nekem azért van 16 év tapasztalatom, ugye, hogy nőkkel foglalkoztam és személyesen oktattam őket, és ne tudjátok meg, hogy hány olyan történetem van, amikor úgy jártak hozzánk rutáncórára a stúdiókba a hölgyek, hogy hazudtak otthon. Hazudtak nem egy hétig, nem egy hónapig, évekig hazudtak otthon, hogy hova járnak és mit csinálnak, mert amikor anno egyszer elejtették otthon a pasiuknak, hogy én lehet, hogy kipróbálnám a rúdtáncot, vagy lehet, hogy elmennék egy önismereti kurzusra, akkor fellázadt a párjuk, és azt mondta, hogy jaj, ne neked erre semmi szükséged, volt, akinek azt mondták, hogy ha elmész rúdtáncra, akkor elhagylak, meg ilyen szavakat használtak, és a nő két éven keresztül jogázni járt a Rután stúdióba, eljött a jóga cuccába, hozta a jóga szőnyegét a vállán, majd benhagyta a stúdiónkba a 20 centis tűsarkú platformcipőjét és forró nadrágját. Már annyira VIP volt, hogy saját szekrénye volt, és gyorsan pövette, rudazott, visszavette a jóga ruháját és hazament. Tehát ilyenkor is felteszem a kérdést, az egy dolog, hogy miért van nyilván a nő egy ilyen pasival, most ezt ne taglaljuk, de hogy ez hogyan épít egy kapcsolatot, amikor nekem hazudnom kell, hogyha önmagam szeretnék lenni, hazudnom kell, hogyha nekem vannak igényeim, ezt nem tudom megvitatni a másikkal. És ez nem csak az elején lehet probléma, amikor mondjuk a nő esetleg egy picit más képet mutat, vagy akár a férfi is, de most ugye itt mi nőkről beszélünk, hanem ez később is probléma lehet egy kapcsolatban, amikor a nő elkezd fejlődni, elkezd kinyílni, és azt mondja, hogy én most magamba fektetem az energiát, magamat teszem az első helyre, mert mondjuk sokáig más volt az első helyen, akár a gyermekeim, de most már nagyobbak. És megváltoznak a dolgok, megváltozik a kapcsolatnak a dinamikája, ami nem az volt, mint régen, hogy akkor a nő csak otthon van, csak főzi a vacsorát, csak takarít, csak gondozza a gyerekeket, hanem mondjuk eljár, megismerkedik új emberekkel. És ez normál esetben akkor lenne jó, és egy kölcsönös dolog, hogyha építkeznénk együtt a párunkkal, és ő mondjuk velünk tartana, akár egy közös programra, vagy ő is elindulna egyfajta olyan önismereti úton, ami nem elfejlődés lenne a miénkhez képest, hanem közösen élnénk meg ezeket a dolgokat. Tehát gyakorlatilag egyre jobb és jobb emberré válnánk egymás mellett, és építenénk egymás önbizalmát egyre jobban, hiszen mindenki ezt szeretné érezni egy párkapcsolatban, hogy jó férfi, jó nő, és értékes ember. Tehát ez nem egy nagy atomfizika, azt gondolom, hogyha erre oda tudunk figyelni. Hogyha egy férfi harmóniában van önmagával, van megfelelő önbizalma, tisztában van azokkal a szerepekkel, amiben neki helyt kell állni, közösen gondolkodik a nővel egységben, ami azt jelenti, hogy egy nagy egészt alkotunk, és ennek vannak különféle részei, és nem akad fönn azon, hogy most akkor milyen férfi szerepek vannak, milyen női szerepek vannak klasszikus időben, nagymamáink korában, mert most már nem azokat az időket éljük, hanem támogatva, segítve egymást, egy a lényeg, hogy el legyen végezve az adott napra
számunkra az az adott feladat. Egy a lényeg, hogy haladjon a családunk életvitele, hogy egyre fejlődjünk, egyre szebbek, okosabbak, gazdagabbak legyünk, és mindenki egyre boldogabb legyen, és még sorolhatnám, akkor ez egy együttműködés lesz, és ebből nem fogunk egy egóharcot csinálni egy pár kapcsolatban, hogy akkor most te miért tanultad ezt meg, vajon ott kivel ismerkedtél meg, vajon ha te most többet keresel 3 forinttal, mint én, akkor vajon ennek majd milyen vége lesz, hanem nyilván ezt megpróbáljuk intelligensen kezelni, és egy egységként látni a párkapcsolatunkat, és azt nézni, hogy oké, ülünk egy hajóban ketten, vagy ha vannak gyerekeink, akkor 3-an, 4-en, 5-en, 6-an, teljesen mindegy, és van egy célunk, ami felé haladunk, és mindenki ennek a célnak rendeli alá magát nagyon sok esetben, és mindenkinek ez saját cél is valahol, és ebben a célban, ebben a stratégiában, ebben az útban mindenkinek megvannak a saját feladatai, és ha megvannak a saját feladatai, akkor abban ki tud teljesedni, és nem fogja amiatt rosszul érezni magát, hogyha esetleg vannak olyan élethelyzetek, mert mindig lesznek olyan élethelyzetek, amikor mondjuk egy nő lehet, hogy híresebb, egy nő lehet, hogy jobban keres, egy nő lehet, hogy nem tudom, fiatalabb, idősebb, és még sorolhatnám. Ennek szerintem semmi értelme ezen rugózni, sokkal inkább a családba befelé kéne nézni, és nem kifelé, hogy majd a külvilág mit gondol rólunk, mert túl sokat foglalkozunk a külvilággal, akkor általában már nem marad energiánk a saját belső világunk fejlesztésére. Úgyhogy egy szónak is 100 a vége, én azt gondolom, hogy az igazán nagy férfiak és a nagybetűs férfiak nem félnek egyáltalán az okos nőktől, sőt keresik ezeket az okos nőket, akik még csinosak is, kedvesek is, igényesek is, jó szellemi társak is, és közösek a célok és értékek. Nyilván nagyon kevés ilyen nő van, és nagyon kevés ilyen férfi van, de biztosíthatlak titeket, hogy vannak ilyen emberek mégis, vannak ilyen párkapcsolatok, úgyhogy kitartás, mindent bele, és remélem, hogy ti is meg fogjátok találni. Egyébként lenne egy kérdésem így a végén hozzátok. Szerintetek félnek akkor most a pasik az okos nőktől, vagy akár a nagybetűs férfiak, és nektek milyen tapasztalataitok vannak? Tőletek, ha okos nőnek gondoljátok magatokat, szoktak tartani ezek a férfiak, vagy lehet, hogy rossz helyen keresgéltetek eddig, és azért tartottak, mert ők nagyon messze voltak az igazán jó férfiaktól. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok.